Civil szervezetek és ellenzéki szakpolitikusok tüntettek az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt a kormány oktatás politikája ellen. A résztvevők szerint a diploma előtti kötelező nyelvvizsga, a használható tankönyvek szűkítése és a központosítás egyre inkább rontja a diákok esélyeit a továbbtanulásra. Együtt demonstráltak civil szervezetek és az ellenzéki pártok oktatás politikusai. Mert szerintük nem csak káros folyamatok zajlanak az oktatásban, de hamarosan még nagyobb lehet a baj. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt a szülőket képviselő szervezet tagja arról beszélt, hogy a diplomaszerzéshez kötelező nyelvvizsga bevezetése kizárja a diákok jó részét a felsőoktatásból. Most zárják be az egyetemek kapuit azok előtt, akik a gyenge iskolai nyelvoktatás mellett nem tudnak saját erőből nyelvvizsgát tenni. Lássuk valamennyien, ez már nem oktatáspolitika, ez nyers hatalompolitika. A kormány oktatáspolitikáját értékelő civilek különböző szempontok alapján vették sorra az elmúlt 8 évet. Nemzeti Emmi, 6. osztályos tanuló, a 2011-12-es tanévben iratkozott be az óvodába, tekintve ennek kötelező voltát. Tekintetbe kell venni az értékelésnél nehéz gyerekkorát. Mozaik családban nevelkedik. Egyik lakás a Nádor utcában, másik lakás a Szalai utcában. Maga se tudja, hol lakik. A PDS őszre ígért akciót. Annyit tudok az értékeléshez hozzátenni, hogy rettenetesen nehéz az a helyzet, amiben benne van most mindenki az oktatás szereplőiből. És azt gondolom, hogy minden eszköz előtt szabaddá kell tenni az utat, hogy őszre legyen egy erőteljes fellépés. A civilek után az ellenzéki pártok szakpolitikusai is kiragadták a számukra legfontosabb elemeit a kormány oktatáspolitikájának. Szél Bernadett szerint a kormány átlépett a szülőkön, a tanárokon és a gyerekeken is. Ugyanis Orbán Viktor és az ő kormánya hadat üzent a gyermekeinknek. Kunhalmi Ágnes a szegény tanulók kiszorításáról beszélt. Hogy a szegény családokba született gyermekek és a problémás gyerekeket ugyanúgy kipaszírozhatják a közoktatás rendszeréből, és kitakaríthatják őket az iskolából. Dukán András Ferenc, a Momentum szakpolitikusa pedig szintén a diploma előtti kötelező nyelvvizsgát bírálta. Ebben a helyzetben cinikus és felháborító azt mondani, hogy igenis mindenkinek azon múlik Magyarországon a boldogsága, hogy hogyan teljesít. A Független Diákparlament felszólalója elmondta, online tananyaggal fogják segíteni azokat a tanulókat, akik nem engedhetik meg maguknak a külön órákat.